A téli napforduló ünnepe a keleti pusztai népeknél, így őseinknél is a legkiemelkedőbb örömnap lehetett. A kínai krónikák már a hunok esetében is feljegyezték a sötétség fordulójának megünneplését. A turáni népek hitvilágában ez a nap a megújulást, az újjászületést is jelképezte. Az év leghosszabb éjszakájának napján búcsúztatták őseink az óévet és köszöntötték az újat. A téli napforduló a nap újjászületését is jelképezte, ezt különböző tűzszertartásokkal ünnepelték. Ezeket a már-már feledésbe merült spirituális ritusokat elevenítették fel Békés Csabán lelkes hagyományőrzők. Egy téli napforduló szertartás soron vettünk részt, amely három elemből tevődik össze. A legelső a fényköszöntő tűzszertartás, amelyet megpróbáltunk úgy időzíteni, hogy a földi tüzet, úgymond az égi tűz újjászületésével egy időben, tehát ma 10 óra 45 perckor történt meg, vagy e körül, tehát 47-nek is mondják, a csillagászati napforduló. Korábban az emberiség létét és a földi való életet rendkívül meghatározta. Most is meghatározza, csak nem veszünk róla tudomást. Az égi testek mozgása és tulajdonképpen az egész kozmoszban történő jelenségek. Ránk a Földön élő lényekre a legnagyobb hatással a nap van, mert ha a nap kihuny, akkor mi is kihunyunk, tehát megfagyunk. És a másik a Hold, tehát ezek mint egy párban járnak együtt. Hát klasszikus férfi megközelítés, ugye, hogy a nap adja a fényt, ő a férfi, és a Hold visszatükrözi. Hogy ez így van, vagy nincs, azt nem tudom, de az kétségtelen a Hold, az nagyban befolyásolja a női energiák és az életvizének mozgását. A december hónap a magyar ősvallás napesztendőjének az utolsó jelentős fejezete, melynek végén meghal az óesztendő és megszületik az új esztendő. Ez a fontos esemény a magyar vallásban kiemelt helyet kapott. A magyar őshagyományok vizsgálata egyértelművé teszi, hogy elődeink hitének központi elemei a mindenség, a tejút, a nap és a magyar nemzet. Ez nem vallásos jellegű szertartás, ez egy természeti szertartás sor, amely tulajdonképpen minden vallás alapja. És itt az történik, hogy csak néhányat kiemelnék, a különböző termések, amelyek mondjuk a tűzbe kerültek, az acskóból szórtam különböző magokat, kölesmag van benne egyébként, nyírfának a levele, ami megint csak tejút analógia, mert ugye ezen a napon a nagy tejút anyának ketté válik a lába, mondják a nagy tejút hasadékon megszületik a napocska.